1949-ben érkezett meg Ausztráliába. Magyarországról Ausztriába vezetett először az útjuk, így már kisgyermekként megismerkedett a multikulturális környezettel. A mamám és a papám megtanított egy konyha nyelvre, és akkor, mikor a gyerekeim voltak, én is egy konyha nyelvre megtanítottam őket. Minden gyerek tud magyarul. Mi körülbelül voltunk háromszor Magyarországon, elfelejtem az éveket. Először csak rokonokat látogattunk, másodszor voltunk Erdélybe, az egy jó körút volt, és közben úgy megláttuk a Balatont, mindent. Tetszett. Szülőhazájáról már csak álomszerű emlékei vannak. Ausztráliában viszont mindent ismer. Így magyarnak és ausztrálnak is érzi magát. Kikevertem körülbelül a színeket, amit fogok használni, és akkor keverem össze. Ez egy nagyon gyors kép lesz, mert sok idő nincsen. Én sokáig vízfestést festettem, de nagyon szerettem a színeket a akrilikbe, és akkor átváltottam. Mikor kijártam az iskolát, akkor a papám nem akarta, hogy művész legyek, mert valamivel kellett pénzt keresni, hogy hát ha a férjem ott hagy. Itt jártam iskolába, és minden tudásom Ausztráliából van. Papám nem akarta, hogy művész legyek, szóval akkor kijártam a divattervező illustration kurzust, ami 3 év volt, és azzal szép pénzt kerestem hosszú ideig, még nem kezdett a család túl sok lenni. Miután a harmadik gyerekünk elment óvodába, akkor én elhatároztam, hogy én még nem csináltam azt az életbe, amit én szerettem volna. Rózt mindig is vonzotta a képzőművészet, különösen a festészet. Kedvence az akvarell és a tusrajz. Olyan ömlesztéssel dolgozok, és akkor engedem, hogy a egyik szín belefusson a másikba. Azért, hogy álmait megvalósítsa, Róza család mellett ismét iskolapadba ült, és elvégzett egy művészeti iskolát. Volt a csöndélet. Azzal kezdi az ember, mert az nem szalad el. Jöjjön. Én nekem mindig meg kell unni valamit, és akkor már gondolkozom a következő lépésen, hogy ez már unalmas, menjünk tovább. Ez mind tussal van csinálva. Amikor az ember a művészi iskolába megy, akkor 3 órát rajzolni kell. Az vagy alak, vagy amit éppen a hasára üt a tanár az. És akkor volt egy öreg tanárnő, aki nagyon szerette a tolszárral festeni, tussal festeni, vagy rajzolni.
és azt sokáig csináltam, mert nagyon szerettem a végén. Attól függ, hogy az ember mit akar kihozni a képből, hogyha ha absztraktot festek, akkor a legjobb semmire gondolni, csak elkezdeni, és valahogy a kép diktálja, hogy mit fessek. Diktálja a színeket. Fura dolog a művészet, mert néha én csodálkozom, hogy ezt én festettem, azért kellenek a kollégák, mert azok nehéz kritikusok. És megmondják, hogy az rubbish, you know, ez jó. Marosszéki Róz leginkább saját elképzelése alapján alkot. Nagy ritkán készít képet megrendelésre. A fejem a víz alatt volt sokáig. Mostan, ha lenne egy kiállításom, akkor ezek lesznek kiállítva. Körülbelül 40 éve lakunk a házban, és a város utánunk jött. Mi azért jöttünk ide, mert nem is tudtuk, hogy hova jövünk, csak egy campust tettünk a térképre, és ez volt a félhely, Paramata és a város között. Rose férje orvosként dolgozott. Azért választották ezt a környéket lakhelyül, mert viszonylag közel volt a városhoz, de csendes, vidéki környezetben nőhettek fel a gyerekek. Rose itt került kapcsolatba azzal a galériával is, ahova már több évtizede jár, nem csak kiállításokra, hanem alkotni is művész barátaival. Ez egy a művészi iskola, és sokan járnak ide, mert minden van, ami a művészethez kell. Róz ma már főként absztrakt képeket fest. Ahogyan ő fogalmazott, aki már átért a másik oldalra, annak nem az a fontos, hogy realisztikusan ábrázoljon, hanem az, hogy az érzéseit és a benyomásait megossza a világgal.